Pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy Magyarország visszakapaszkodik vagy visszaemelkedik a világ fegyvergyártásának, ha nem is az élmezőnyébe, de mindenképpen a középmezőnybe, és egyre magasabb kategória, egyre inkább a csúcskategóriás fegyverek és harcászati eszközök készülhetnek itt Magyarországon. Hogy milyen út vezetett ideig, és ez miért fontos nem csak a gazdaság, az ipar számára, hanem a magyarországi védelmi ipar számára is. Erről beszélgetek Páncél Mátyással, a páncélos.hu főszerkesztővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan vezetett, milyen út vezetett idáig, hogy egy ilyen elképesztő színvonalú gyárat avassanak Magyarországon, és egy ilyen színvonalú gyárat ide hozzanak Magyarországra, és nem mondjuk Európában valahol máshol épüljön meg? Ez alapvetően annak köszönhető, hogy Magyarország gazdasága stabilizálta azt a helyzetet, hogy 2016-ban ugye elindulhasson egy olyan haderőfejlesztési program, aminek az eredményét ugye ma láthattuk többek között, és amiknek az egyik nagyon pozitív és erőteljes vonulata az, hogy a Lynx, KF-41 Lynx gyalogsági harcjárművet rendszeresítette a Magyar Honvédség. És hogyha ez megtörtént, ez a lépés, és rendszeresítette maga a gyártás, hogyan kerül ide mondjuk egy ilyen gyárnak az, hogy megépül, az egy dolog, de az ide vezető út azért mindig hosszas évek tervező munkája. Ez így van, ez így van, ez általában politikai és diplomáciai előkészítő munkáknak köszönhető, amelyek leginkább ugye a fegyveriparnak a gazdasági vonulatába tudnak mindkét országnak segíteni. És igazából az, amire ön kérdez rá, a legjobb megvilágítás az az, hogy mind a két fél számára egy olyan diplomáciai, politikai és haditechnikai szerződés és megállapodás, ahol mind a ketten igen előnyös dolgokra tehetnek szert. Sajnos a szomszédunkban zajló háború miatt testközelből láthatjuk a harctéri cselekményeket, jeleneteket, azért az, és nagyon sok hír szólt arról, hogy Ukrajna milyen harci felszerelést kér a nyugattól, az oroszoknak milyen fegyvereik vannak, ott milyen haderőfejlesztés volt, nyilván nem lehet összehasonlítani ugye a kettőt, de azért ez egy nagyon fontos kérdés, hogy például mi a feladata egy ilyen páncélozott gyalogsági járműnek, és ezt hol használják leginkább? A gyalogsági, páncélozott gyalogsági harcjárművek alapvetően a gépesített lövész fegyveremnek a harceszközei. Ebből fakadóan alapvető feladatuk az, hogy a lövész feladatokat ellássák lehetőség szerint és kiemelten összfegyveremi kötelékben. Ez azt jelenti, hogy nem csak arra valók, hogy odaszállítsák a lövész katonákat az adott terepszakaszra vagy az adott peremvonalra, hanem önállóan is képesek harcolni, de szerencsére ezek a mai technológiák, amiről esetleg később beszélünk, képesek arra, hogy ahogy mondtam az előbb, összfegyvernemi kötelékbe, azaz harckocsikkal és más harcbiztosító elemekkel olyan csapásmérő erőt képviselni, amely sikeres harctevékenységhez vezet. Tehát akkor beszéljünk a technológiáról is, hogy már említette. A technológiai, a Lynx az nagyon a világ, tehát a világ színvonalába tartozik. Olyan rendszerek vannak benne, amelyek más gyalogsági harcjárművekben tudomásom szerint nincsenek. Ez leginkább a helyzetfelismerő képesség és a helyzetfelismerő rendszer megléte adja. Ezt a nézőknek úgy tudnám a legkönnyebben lefesteni, hogy van egy olyan digitalizált, hálózati adatátviteli alapon nyugvó megfigyelő rendszer, ami 360 fokba képes a harcmezőt vizsgálni. Ugye megfelelő programokkal képes detektálni a célokat, amit az emberi szem adott időjárás vagy látási viszonyok ellenére nem tudna, ez segíti, és rá is vezeti a fegyverzetet erre. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy táblagépen tud irányítani a kezelő személyzet ilyenfajta dolgokat. Ez eddig elképzelhetetlen volt ugye a gépesített lövészek számára. És ez mondjuk a harcmezőn azért harci cselekmények közben mennyire tudja megőrizni a benne ülő katona vagy a benne ülő legénység a nyugalmát, hiszen azért az, hogy nyilván ő is vadászik a célpontra, de rá is folyamatosan vadászik. Így van, eltalálta a lényeget, az idő. Az időfaktor az, ami abszolút a katona épségét megóvja, és ugye emellett a kiképzettsége is, de ez a rendszer, a többi, a Lynx többi rendszerével kiegészülve olyan gyors
reagálási lehetőséget biztosít, hogy hamarabb tudja az elsődleges tűzcsapást kiváltani a Lynx kezelő személyzet. Tehát hamarabb támad? Így van, hamarabb tud tüzelni vele, ugye a Lynx-el. Emellett ugye vannak olyan védelmi rendszerek is a Lynx-be, hogyha őt támadnák meg hamarabb, akkor igen jó eséllyel képes ezeket a támadó eszközöket semlegesíteni. Itt gondolunk páncélelhárító fegyverekre, vagy egyéb más eszközökre. És akkor hogyan használják ezt, vagy mi az elsődleges használati szempont mondjuk a harcmezőn, hol lehet a legjobban kihasználni ezeket az adottságokat? Ezeket az adottságokat alapvetően minden olyan terepen, ami a gépesített hadviselésnek kedvez. Inkább elmondanám azt, hogy hol nem jó alkalmazni ezeket az eszközöket, városokban, erdőbe és átszeldelt terepen, ahol nagyon sok a hegy és a völgy, minden máshol tökéletesen alkalmazhatóak ezek a harceszközök. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van három fő kezelő személyzete, ők kezelik magát a harcerművet, és szállíthat 8 lövész katonát, akik a harc feladat arányába hajtják végre a feladatukat, de nagyon fontos, hogy a Lynx-el bejön egy olyan szemlélet is, hogy ez a 8 katona nem hagyja el a harcjárművet, csak akkor, ha ennek a Lynx-nek a harcát kell támogatnia, mivel a Lynx olyan fejlett, hogy képes önállóan végrehajtani a lövész feladatokat. Tehát elviszi a katonákat egy adott pontra, ha kell, de akkor az is elképzelhető, hogy a katonák ott maradnak bent a harci járműben, maga a Lynx harcol az ellenséges erőkkel, majd visszafordul, és visszamegy. Jó esetben kifejleszti a sikert, és megy tovább, de igen, ahogy ön elmondja, ez így működik. Igen. Azért ugye pontosan lehet látni, hogy a rendkívül fejlett IT technológiai háttér, ez a rendkívül fejlett, ugye, hogy az a táblagépről irányítják ezeket a gépeket, a felkészülés vagy a felkészítés során nagyon komoly technológiai tudást igényel ennek az irányítása, vezetése. Mennyi idő, amíg valaki üzembiztosan kezeli ezt a bizonyos táblagépet, amit ön is mondott? Én azt gondolom, hogy alapvetően 4 fő szintje van egy kiképzésnek, ha megengedő, gyorsan erről beszéljek. Ugye az alapkiképzés, ahol felkészül minden katona, megismerkedik az alapvető katonai fogásokkal, megismeri a lövészfegyvereket. Utána van a szakalapozó felkészítés, ahol megtanulja a Lynx-be például a vezető, hogy kell ezt vezetni. Aztán utána van a szakfelkészítés, ahol már kiegészítő dolgokat tanul, hogy hogy kell kezelni a Lynx-nek más eszközeit, esetleg más kezelőnek a feladatát megtanulja. És ezt követően pedig van egy úgynevezett összekovácsolási szakasz, amikor sok Lynx együtt dolgozik, és akkor tanulják meg, hogy mit lehet valójában csinálni az eszközzel. Ez nem rövid idő. Ez én számításaim szerint alsó hangon egy ilyen 6 hónap, 1 év között érhető el alapszinten, hogy ezzel stabilan jól tudjanak harcolni a katonák, de akkor nagyon tudnak. Beszéljünk a gyártóról is, a Rheinmetall hol helyezkedik el ön szerint a világ hadiparában, hiszen azt lehet tudni, hogy mondok a hagyományosan nagyon nagy fegyvergyártó országok, fegyvergyártó cégek, és arról is sokat lehetett olvasni, hogy a német hadipar meglehetősen leépült, vagy meggyengült az elmúlt években. Hol helyezkedik el most a Rheinmetall, és miért ennyire jó a partnerség viszony Magyarországgal? Kérem, bocsássa meg, hogy nem tudok exakt módon válaszolni, mert gazdaságpolitikai nem vagyok ennyire felkészült, de a Rheinmetall egy igen előkelő helyet foglal el a védelmi és fegyveriparba. Európában kiemelt helyet foglal el. Egy nagyon komoly, innovatív cég ez, és a termékei is ezt prezentálják. Tehát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy az egyik legjobb és leginnovatívabb fegyvergyár Európában. Meg ne sértődjön, de én nem szeretek Európán kívül gondolkodni több más szempontból, ha a fegyveriparról beszélünk, pláne a Magyarország védelméről beszélünk, úgyhogy szerintem egy tökéletesen jó választás volt ez a fajta megbízható öreket 19. század végén alapult nagy múltú gyárnak a választása. Páncél Mátyás, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.